thank you Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a mikrofonnál Lenkár Péter, és itt van kis lóránt kollégám is. Szerusztok. Egy újabb részéhez érkezett az értágító néven futó podcast sorozatunk, és nem csak ketten vagyunk itt a lokál kávézóban, ahol zajlik a felvétel, hanem van egy meghívott vendégünk is, még pedig nagy tíme, aki. a ugye már voltál nálunk a, a rádióban, de akkor teljesen más dologgal foglalkoztál még, és a Matthias Corvinus kollégium képviseletében vagy itt most jelen. Nekem ez pár nappal ezelőtt hallottam erről először, de most itt a felvétel előtt elárultad, hogy ez már több évtizede működik, számszerűleg 25 éve ez a, ez a, koncepció. Miről is szól ez a dolog? Mesélj erről a, erről a kollégiumról nekünk. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, és a számomra is kellemes emlék egyébként az, amikor ezelőtt pár éve találkoztunk Székelyhidon és Sátor alatt, és beszélgettünk. Valóban azóta kicsit más területekre elvesztem, és az utóbbi fél év hozta számomra is a Mátius Corvinus kollégiummal való találkozást, ami Magyarországon már közel negyed évszázada működik a tehetséggondozást helyezte úgymond a fókuszba, szépen építkező rendszer, első körben az egyetemisták, az akadémiai oktatással foglalkozott, és lefele csordogált úgymond a, a, koncepció, így a középiskolák, és ma már az általános iskolások számára is egy komplex tehetséggondozó programot kínál. Ugye azt mondod, hogy 25 éve működik Magyarországon, um... Tényleg furcsa mondjuk az, hogy eddig nem hallhattunk ebben az órában róla, de akkor ez valószínűleg meg fog változni, hát úgymond idéntől lényegében. Uh, illetve hát pontosabban már tavaly begyűrűzött ugye Erdélybe és Romániába is ez a, hát mondom akkor úgy, hogy egy ilyen vállalkozás, mert azért ez egy nagy dolog, hogyha ez az ember foglalkozni akar, gondolom, behatóban. Ugye tavaly már, tavaly óta működik, akkor már Romániában is, illetve Erdélyben, ugye Szent Györgyön alakult meg, hogy, amint mondtad, még mikrofonon kívül. Azóta vannak-e más helyszínek, illetve hogy mennyire terjedt ez tovább, ugye nem csak lefele, hanem akár akkor horizontálisan is, nem csak vertikálisan. Igen. Az idei év egy robbanásszerű fejlődést hozott a szervezet életében, hiszen nem csak Magyarországon, hanem határon túl is újabb központokkal várja a tehetséges diákokat, érdeklődőket az MCC. Így valóban tavaly indult Szent Györgyön a Fiatal Tehetségprogram az önkormányzattal való sikeres együttműködés eredményeként további hat helyszínnel bővült, Nagyvárad mellett Szatmár Németi, Arad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda és, és a korábban, korábbi évben megnyitott Szent György. Mit jelent konkrétan akkor ebben az értelemben a tehetséggondozást? mire kell mondjuk annak gondolni, annak a hallgatónak, aki nem találkozott még ezzel, hogy miben tudtok segíteni mondjuk a fiataloknak, legyen az egyetemista, középiskolás, vagy akár elemista, hogyha így van? Igen, én elsősorban arról mesélnék, ami Nagyváradon készül. Nagyváradon két tehetséggondozó program válik elérhetővé az érdeklődők számára, a Fiatal Tehetségprogram, ami az 5-8-as korosztályt öleli fel, illetve a Középiskolás Program, ami értelemszerűen a középiskolásoknak szól. A Fiatal Tehetség Program az a most negyedikes, azaz ősztől ötödik belépő diákokat várja. Egy nagyon komplex programmal, aminek elsősorban az a célja, hogy a diákokat megismertesse különböző tudományterületekkel, és amellett, hogy az ismereteik fejlődnek, úgymond korszerű kompetenciákat is fejleszten. Itt elsősorban olyan dolgokra gondolok, amire kevesebb hangsúlyt lehet fektetni az iskolai keretek között, vagy azért, mert nincs rá adott esetben szakember, vagy azért, mert nincs rá pénzügyi keret, és mindenképpen olyan területek, amelyek érdeklik a diákokat, életszerűek, és a mai élethez úgymond hozzá is tartoznak. Így a kompetenciáknál elsősorban azt emelném ki, hogy nagyon nagy hangsúlyt Fektetünk, úgymond a kritikai szemléletmódra, az asszertív kommunikációra, és a területek, hogy mi, mikkel foglalkozunk valójában az űrfizikától elkezdve, a robotikán keresztül a művészetig, nagyon-nagyon a pénzügyi tudatosság, az egészségügyi tudatosság, a, például a tudatos médiafogyasztás is a, ugyanígy a, a tantárgyaink vagy a kurzusaink kínálatában szerepel. Nekem azok ugri bele egyébként erről az egész dologról, vagy koncepcióról, hogy régebben is hallhattunk sokat, például a finn oktatás megkájáról, meg Magyarországról, meg egyéb dolgokról. Ugye nagyon sokat dicsérték például a finn rendszert ilyen szempontból, illetve azt a fajta megközelítést az oktatásban, hogy akkor inkább a gyakorlati, tehát az olyan kompetenciákra helyezik a hangsúlyokat, amelyek aztán majd segítenek gyakorlatilasabbá, vagy olyan területekre orientálni a diákokat, amiből könnyebben a kemjük meg tud élni, vagy egyéb ilyen dolgok. Itt mennyiben vonat lehet mondjuk ezt a kettőtök összehasonlítani? Van egy párhuzam közöttük ilyen értelemben? Tudnék hasonlóságot találni elég sok mindenben. Az első és legfontosabb talán az, hogy mi is az élmény alapoktatásra helyezzük a hangsúlyt. Azaz, amikor fel projekt alapon dolgozunk fel egy-egy témát, egy-egy területet, és a találkozásaink alkalmával az oktatóink azok nem plenárisan uh, mutatnak be egy-egy területet a diákjaink számára, hanem hanem a gyakorlatban is valóban a, a, gyerekek fedezik fel önmaguk számára annak az adott témának az érdekességeit, rejtéjeit nyilván a szakembernek a segítségével. Tehát, hogy ez mindenképpen a fele hajaz. Mielőtt bele, vagy rátérnénk talán a legfontosabb kérdésre, hogy hogy kerülhet be egy fiatal ebbe a, ebbe a dologba, ebbe a rendszerbe. Előbb nekünk arról, hogy ha jól értettem a mikrofonon kívül, azt mondtad, hogy megkerestek téged. Hogy hogy miért kerestek téged meg, vagy hogy kerültél bele ebbe a projektbe? Hát ez egy nagyon egyszerű történet. Az ismerősök, ismerősöket hoznak, gyakorlatilag így kerültem én is látókörben. Egy nagyon kedves ismerősömnek a barátai, mondhatnám, így kezdték el Erdélyben fejleszteni a teljes szervezetet és ajánlással, vagy személyes ajánlással uh, kerültem én kapcsolatba magával a Mátyusz Korvinusszal. És akkor hogy kerülhet be ebbe a rendszerbe egy fiatal? Igen, azt elmondanám még előtte, hogy mit is jelent az, hogy a rendszerbe bekerül. Tehát az 5 as korosztály esetében a mi programunk a gyakorlatban arról szól, hogy két hetente szombatonként vannak személyes, azaz kontakt találkozásaink, amikor egy-egy témát dolgozunk fel. Itt nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik bekerülnek a programba, azok minden témával találkoznak. Tehát ahogy említettem a attól elkezdve, hogy a hamis és az igaz pénz között úgymond megpróbálnak különbséget tenni azon keresztül, hogy a, csokiból építenek szobrot, minden gyerek minden foglalkozáson részt vesz. Ennek elsősorban az a célja, hogy ne szobatudósokat fejleszünk, hanem olyan nyissuk úgymond a gyerekeknek, diákoknak a látókörét, és megismerkedhessenek minél több tudományterülettel, ami segíti majd nyilván őket a későbbiekben a pályaválasztásban is. Tehát a, vannak maguk a szombati alkalmak, amik többnyire 9 órától 3-4 óráig tartanak. És egy témára épülnek. Ezeket kiegészíti egy e-learning rendszer, ami abban segíti a diákokat, hogy elméjítsék azt a tudást, amit a szombati alkalmak során szereznek. Ez egy nagyon játékos a rendszer, ahhoz tudnám picit hasonlítani mindig, amikor gyerekekkel beszélgetünk erről, hogy a Da Vinci tv aki nézte, nagyjából ahhoz hasonlók is oktató videók vannak benne, illetve ehhez kapcsolódó tesztek, további ismeretanyagok, amelyek elérhetőké válnak számukra. Emellett a bekerült, vagy a programban résztvevő diákoknak lehetőségük van nyelvórákon is részt venni hétközben. Ez a román és az angol nyelvoktatás, ami nagyon fontos, hogy nem egy adott vizsgára készíti fel őket, hanem ez egy beszédközpontú oktatás, ami elsősorban a kommunikációjukat fejleszti. Tehát azt tudnám mondani, hogy erre a három pillére épül az állandó foglalkozásunk, ami tanévhez kötött, és tanéven kívül biztosítunk számukra élmény alapú táborokat, amiben szintén részt vehetnek a gyerekek. Hát, hogy ez a négy eleme van, ezen kívül nyilván uh, még menet közben születhetnek uh, olyan tevékenységek vagy uh, rendezvények, amiben részt vesznek a gyerekek. Ez, uh, ez maga a program, amire jelentkezhetnek. Fontos, hogy csak uh, ötödikben tudnak bekapcsolódni a programba, tehát arra nincs lehetőség, hogy egy hatodikos, hetedikes, nyolcadikos gyerek bekapcsolódjon, hanem szeptember 4-5-én lesz nálunk a válogató hétvége, akkor az a 25 gyerek, aki felvételt nyert, az kezdi úgymond a, a ezt az oktatást, vagy a programban való részvételt, ami 5-től 8 végéig tart. Maga a regisztráció a programba az egy, a weboldalon keresztül történik, adatok megadásával, illetve egy szülői ajánlással, és ezt követően minden gyereket várunk, úgymond erre a válogató hétvégére, ahol egyébként nem, ez nem egy tudásszint felmérő vizsga lesz, hanem egy, úgy mondanám, hogy közös játszás, ahol azt nézzük meg, hogy a gyereknek milyen az intelligenciája, érzelmi intelligenciája, hogyan tud ő csapatban dolgozni. Azaz eljutunk, úgymond egy rangsorik, hogy ki az a 25 gyerek, akivel mi a leginkább együtt tudunk dolgozni. Hogyha jól akkor ez a vakációs időszakban csak táborok formájában működik, ugye? Igen. Igen. Lehetségesen mondjuk az, hogy például, hogyha egy gyerek elkezdi ezt a négy, hát akkor négy éves programot, hogy mondjuk időközben ő válogathasson a témák között, amiket ti mondjuk felvázoldok. Tehát, hogy mondjuk lesz egy kis robotika, lesz egy kis űrkutatás, vagy hogyan lehet megtanulni az újjai vagy hasonlók, hogy ezek mondjuk később választhatóak is lesznek, tehát lehetnek a opciók, fakultatív dolgok ilyen értelemben? Mm, nem. Vagy ezek ilyen stabil programok? Nem, ezek akkor? stabil programok, tehát van egy konkrét tantervünk, mm -hmm. ami, a, ami minden gyerek számára, vagy minden gyerek igen, tehát, hogy érvényes lesz minden gyerek számára. A, nyilván, hogyha egy gyerek plusz érdeklődést mutat egy adott terület iránt, akkor igyekszünk neki valamilyen formában segítséget nyújtani azzal a szakértővel, aki adott esetben ezeket a foglalkozásokat tartott a további kérdésekre van nyilván lehetőség, hogy a gyereket foglalkoztatja egy-egy terület, de, de nem szakembereket képzünk. Tehát hogy például, hogyha valaki zongora művész, és a, a mutatkozik meg, mi azt nem tudjuk kínálni, hogy őt, őt továbbfejlesztjük egy adott területen. Tehát, hogy mi úgymond egy svéd asztalt teszünk elérhetővé, ahol különböző dolgokkal megismerkedhetnek a gyerekek. Nem tudunk egy témára fókuszálni csak. A nyolcadik osztály után ezt tovább lehet folytatni kilencediktől, vagy ott ismét be lehet lépni, vagy ez hogy működik? Igen, tehát az 5-8-as program az egy mondhatnám picit zártabb rendszer, mert ugye 20, egy 25 fős csapattal tudunk működni, tehát ugye ez még az a létszám, ami, ami működőképes tud lenni, és ezért nyilván nincs lehetősége mindenkinek belépni. Viszont 9-től a középiskolás programba már sokkal inkább elérhetővé válik, úgymond mindenki számára, mert az egy sokkal lazább, lazábban működő rendszer ugyanis ott egyébként pont most zárult júniusban a felvételi, de fél évente meghirdetjük a felvételiket, és minden középiskolás gyerek, diák, bocsánat, már nem gyerekek, minden középiskolás diák felvételizhet, ami úgy történik meg, hogy ír egy eszét, egy egyoldalas eszét egy olyan témáról, ami foglalkoztatja őt, és ezt, ezt benyújtja, úgymond ha sikerül, és általában sikerül a felvételie, akkor lehetősége van több programban részt venni. Itt most tudjuk, hogy éppen nem annyira menő, de a korábbi években ez újszerűnek számított, hogy volt egy e-learning, van is egy e-learning rendszerünk, ahol különböző tudományterületen tel ismerkedhetnek meg ugyanúgy a diákok, illetve mélyíthetik el a tudásukat, ami két héttől nyolc hetes kurzusokba tömörül, ahol amellett, hogy vannak konkrét feladatok, ö, oktatókkal dolgoznak fel egy-egy témát, és az a kurzus, amit ők választanak, azt viszik úgymond végig, azt teljesítik. Itt a 8-10 rendelkezés, rendelkezésre álló kurzus közül ők döntik el, hogy melyiket akarják, nincs semmilyen kötelező érvényű dolog, csak az, hogyha valamiben belekezdenek, azt úgymond fejezzék is be. Emellett vannak szakmai hétvégék, vannak táborok számukra, vannak uh, különböző túrák számukra, illetve ősztől a uh, számukra is előre elérhetővé válik a román és az angol nyelvoktatás heti 90 percben egy-egy területén Egyébként az egész program, vagy mind a két rét, tehát úgymond az 5-8 és a majd a középiskolás program is amúgy díjmentesen működik? Igen, igen, mm -hmm. ez egy nagyon fontos információ, igen. <laughs> hogy... Uh, azok, tehát a, akik bekerülnek a programba, azok számára ingyenes a részvétel. Sem a szülőt, sem a diákot nem terheli a további költséggel. Nekem azon a kérdésem, hogy elhangzott itt, hogy 25 éve működik már Magyarországon, itt még fiatalabb cipőbe jár, de gondolom azért a 25-26 év alatt megvannak már azok a tapasztalatok, illetve le lehetett volna bizonyos konzekvenciákat, hogy hogyan működik ez az egész. Mik a vízhangok mik a, a ilyen értelemben a programmal kapcsolatosan? Erről tudsz valamit mesélni? Tehát mondjuk vannak olyan találkozók szervez, ahol mondjuk korábbi diákok vesznek részt és találkoznak, akik mondjuk ezelőtt 15 évvel végezték ezt el, hasonlóra gondolok vagy ilyesmire? Igen, hát ugye kicsit, ha azt veszem, minden közösség az nyomot hagy egy ember életében, és a kollégák, akik már régebb óta a rendszerben vannak, a munkanyelven úgy fogalmazzák meg ezt, hogy az MCC-s életérzés, mert most már vannak olyan a diákok, akik bekerültek mondjuk ötödikben a rendszerbe, és középiskolai programban is részt vesznek már, de vannak olyanok, akik ugye középiskolában kerültek be, az egyetemi program is nyitott volt számukra, mert az is van, egyetemi program is. Mindjárt arról is mesél. Hát arról én személy szerint kevesebbet tudok mesélni. Erdében Kolozsváron működik, tehát, hogy viszont, ami nagyon fontos, hogy nagyon szoros együttműködést tervezünk a, a többi egyetemi várossal, és ugye azok a diákok is tudjanak bekapcsolódni. De hogy, hogy gyakorlatilag ez az életérzés végig mehet egy diák életén, elindul ötödikből, középiskolai programban részt vesz, részt vesz az egyetemi programban, és van egy alumni közösség is, amihez utána tartozhat. Tehát, hogy egyértelműen van pozitív hozadéka. Muszáj elsősorban ez bocsánat, de hogyha van ez az MCC életérzés, akkor ebből mondjuk lehet utána, vagy lettek később esetleg mcc és gyerekek is. Tehát, hogy érted? Hát, az az igazság, hogy én közel fél éve vagyok a, a rendszerben, konkrét mcc és gyerekekről nem tudok, de meg fogom érdeklődni a kollégáktól, hogy... De elképzelhetőnek tartom, miért nem? Ezt a rendszert. A táborok te... alkalmával é, de... és a szoros együttműködések születhetnek. Ezt a nagyváradi dolgot, ezt hány embert fogja működtetni, vagy hány ember működteti most jelenleg? Jelen pillanatban ketten működtetjük, ketten vagyunk, de ahogy az évfolyamok bővülnek és a tevékenységünk bővül, akkor folyamatosan lépnek be új kollégák. Ezek a kollégák már megvannak, vagy, vagy ezt hogy nem, tervezitek Nem, a ez folyamatosan, tehát ahogy a, a tevékenységi kör bővő, vagy a létszám nő, azzal arányosan választunk ki új kollégákat, amit teljesen nyilvánosan történik álláshirdetés megpályázásával. Milyen kollégának kell lenni annak, akiben részt vehet majd, tehát hogy egyetemi oktató vagy hát középiskolai oktató. Természetesen tanár, vagy természetesen olyannak, aki tudós. ötödikben elkezdte az mcc és életét, és most eljutott abba az életfázisba, <laughs> hogy munkát keres. <laughs> Valójában ami nagyon fontos kritérium a kollégák kiválasztásánál az az, hogy legyenek nyitottak, érdeklődőek, és és készek, lelkesek. Nem, nem, kérünk, vagy nem elvárás a kollégákkal szemben az, hogy nagymúltú pedagógiai tevékenységgel rendelkezzenek, mert ugye ők elsősorban egyébként az administratív részét látják el ennek a programnak, hiszen az oktatók azok, azok, kívülről érkeznek, tehát nem, jelen esetben most nem Nagyváradról, többnyire Magyarországról, de cél az is, hogy Erdélyben is bővítsük ezt az oktatói kört. Úgyhogy én azt tudnám mondani, hogy az mindenképpen jó, hogyha van tapasztalata azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működik egy szervezet, egy civil szervezet, hogyha van gyerekekkel tapasztalata, de ezt nem kellett feltétlenül a iskolában vagy oktatási intézményben szereznie, hanem akár egy civil szervezetben, akár önkéntesként. Milyen fázisában vagytok most jelenleg akkor, a, hogyan készültök az őszre? hogy álltok, meddig lehet még jelentkezni mondjuk gyerekeknek, Igen. vagy Igen, Igen. Erről? Gyakorlatilag most még a toborzás fázisban vagyunk, hiszen augusztus 30-ig lehetőség van jelentkezni a programba, úgyhogy várunk minden érdeklődő gyereket, és készülünk a, a nagy nyitásra. Tehát, hogy most ez, ez következik. Ez öztre. mikor várható? Szeptember 4-5-én lesz a válogató hétvége. Én bízom benne, hogy addigra már a maga a központ is olyan állapotba fog kerülni, hogy... Az hol fog működni, ha már említettél egy központot? Ez a központban fog működni, <laughs> <laughs> Nagyvárad központjában. Még nem tudok erről végleges információval szolgálni. Az mindenképpen szempont volt, hogy központban legyen, elérhető legyen, gyalog, több uh, oktatási intézmény uh, tosz, tehát, tehát, hogy sétatávolságra legyen gyakorlatilag uh, több 5-8-as iskolától. a uh, jelentkezési uh, faktor, ugye? Tehát mondjuk a Nagyváradon fog megnyílni az itteni központban, igen. a központ. <laughs> a központ, <laughs> igen, igen. De hogy akkor mondjuk Bihar megyéből szinte bárki jelentkezhet erre, hogyha akarna. Sőt, sőt. Mi nagy, nagyon szeretnénk, igen, azt, hogy uh, ne csak váradi gyerekek vegyenek részt a programban, hanem uh, Azért mellékről, de ugyanígy mondhatnám Bihar megye bármelyik részét, ahol magyar, magyar gyerekek tanulnak, mert uh, nem az a cél, hogy, hogy csak a váradi gyerekek számára nyújtson ez egy plusz lehetőséget. Nyilván vidékről bekapcsolódni kicsit uh, nehézkesebb. Elsősorban azért, mert a szülők uh, két hetente ugye be kell hozzák a gyerekeket, vagy a gyereket, gyerekeket uh, a foglalkozásokra Magyarországon azt látjuk, hogy ez úgy működik, hogy többnyire egy régióból megpróbálnak összeszerveződni a szülők, ahol több gyerek van, tehát teszem azt, hogyha falváról van egy gyerek, és Székelyhídról van egy gyerek, akkor elindul az falvi szülő, és felveszi a székehídi gyereket is, és együtt jönnek be Nagyváradra. Tehát ilyen telekocsi rendszerrel próbálják ezt a már működő helyeken menedzselni. Ugye azért is született, vagy jött létre ez a mai beszélgetés, mert nem olyan rég tartottatok egy ilyen látványos bemutatót, hogy hogy is zajlanak, vagy hogy képzelitek el, hogy, vagy hogy zajlik máshol esetleg a, ez a program. Mikor terveztek-e még ilyen ilyen előadást, vagy ilyen akciót, hogy, mm -hmm. hogy lássák az érdeklődők, hogy miről is szól ez a dolog? Igen, hát nem tudom, hogyha elhaladtatok a vár mellett, akkor lehet, hogy láttátok a füstfelhőket, amik ott keletkeztek, mert hogy így az alkimistáink azok, tehát kőkövön kül nem maradt, na jó, megmaradt a vár, de valóban olyan érzés volt kicsit vasárnap délután, mint a középkori vár, és akkor tele van alkimistákkal, fehérköpenyes kis tudósokat vártunk, akikkel különböző tudományos kísérleteket végeztünk, tehát apropó, élmény alapú. Már és nem a gyerekeken. Gyakorlat... Nem a gyerekeken, a gyerekekkel. Bár képzeld el, hogy így, Hoppa. ahogy mondod, <laughs> akár a gyerekeken is, mert olyan nagyon meleg volt, és a gyerekek fehér köpenyeink voltak, amibe belebújhattak, és kifejezetten igényelték ezt a gyerekek, annak ellenére, hogy szerintem így simán 40 fok volt, és túlélték mind. De, akár ez egy külön kísérletnek is betudható lenne. De, de igen, tehát hogy nagyon izgalmas kísérleteket végeztünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Volt olyan résztvevünk, aki. Hát korát meghazudtulóan 6-7 éves kisfány lehetett, kettőkor érkezett, és 6 órakor a pakolásnál is segíteni akart, tehát hogy oly mértékben magával ragadta a, ez a világ. De hogy igen, a, a, az élmény alapú és a gyakorlat alapú oktatásnak az egyik formáját mutattuk picit be, hogy mi ezt így csináljuk. Lesz erre még példa? Most a közeljövő Lesz erre a nyár még folyamán... példa. A, ez... a, nyár folyamán nem terveztünk több ilyen alkalmat. Nem tartom kizártnak, hogy lesz, de egyelőre ez nincs tervben. No, hát nagy témel köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A Matthias Corvinus kollégium elérhetőségeit azt majd a videó alatti leírásba majd megtaláljátok, és hogyha felkeltette az érdeklődésedet, ez a beszélgetés, akkor utána lehet nézni a jelentkezésnek, vagy az elérhetőségnek. Hallgassatok minket továbbra is, itt a YouTube csatornánkon nem csak ezt az adásunkat, hanem az összes eddig elkészült podcastünket megtaláljátok, de ugyanúgy vagytok Spotify-on is, illetve minden olyan applikációval, ami, ami podcastekkel foglalkozik. Hallgassátok a reggeli élő adásainkat is a honlapunkon. Köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok! Takk fyrir að hlusta.